Igen. Igen. Hagyományos minden, igen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a karcagi látvány, disznóvágás és házi pálinka versenyen a mai napon. A rendezvényünk célja, ugye hosszú idő óta keressük a rendezvénynek a helyét, és keressük azt, hogy hogyan kerüljön megrendezésre. Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy ezen a helyszínen, ahol a termelői piacot szoktuk megtartani évközben, egy látványdisznóvágással kedveskedünk Karcagváros lakosságának, és hát természetesen az ilyenkor szokásos ünnepi karácsonyi vásárral, kirakodóvásárral, kézműves foglalkozással és a hagyományos pálinka versennyel, amelyre szerencsére nagyon sokan beneveztek a mai napon. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterurat, a rendezvény fővédnökét. Köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, a rendezvény fővédnökét. És hát ugye nem lehetne szakszerűen levezetni egy disznóvágást anélkül, hogy a hagyományokat, tradíciókat folyamatosan el ne mondanánk, be ne
mutatnánk azt, amit a szakácsok majd itt az asztalon, illetve a feldolgozó csapat el fog végezni, úgyhogy engedjék meg, hogy külön köszöntsem a Konok-Kunok csapatát, akik prezentálni fogják a mai disznóvágást. Legyen majd az, amit ők elvégeznek, és mindenki értse azt, hogy miről is szól ez a mai nap. Szeretettel köszöntöm dr. Zsolnai Gábor urat, Venezs díjas mesterszakácsot, egyetemi oktatót. És ugye itt szokott jönni az a fordulat, amikor én elég sok versenyt levezettem már különböző szépségversenyektől kezdve ilyen mindenféle zsűrizéssel kapcsolatos rendezvényt. Ilyenkor szoktuk elmondani azt, amikor most a házi pálinka versenyről legyen szó, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga lesz, hiszen jobbnál jobb pálinkák érkeztek, és nem igazán irigyeljük a zsűri munkáját. Hát dehogy nem. Hát aki szereti a pálinkát, az persze, hogy irigyli őket, úgyhogy nekik jó munkát kívánok. Itt már nagyon sok tagot látok a zsűri tagjai közül, és engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem dr. Oroszné, dr. Prekop Erzsébetet, a pálinka nagykövetét, a Miskolci Likörgyár ZRT vezérigazgatóját, aki a zsűri elnökeként fog a mai napon tevékenykedni. És hát ahogyan mondtam már a szúrásnál is, nincs disznótor szúró pálinka nélkül. Most egy kicsit utána kerül erre sor. A kocintásra engedjék meg, hogy felkérjem dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat és Dobos László polgármester urat köszöntőjére, a rendezvény megnyitására és az első kocintásra. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgatóasszony. Régi disznótorok hangulatát idézi ez a mostani nap. Kicsit más nyilván itt a látogatóközpont udvarán, de azért az alapvető dolgok nem változtak. Az egyik az, hogy itt van a disznó, itt vannak azok, akik szépen földolgozzák, sőt mindig vannak érdeklődők is. És még az eső is esik, hát jó pár ilyen disznótor volt, ami alatt esett az eső, de egy sem maradt el az időjárás miatt, tudtam. Akár fújt a hó, akár fagyott, akár esett, akár jégeső volt, a karcagi ember akkor se tette arrébb a disznótort, hanem hogy eljött az ideje, akkor sort kerített rá. És most van itt az idő, hiszen ilyenkor decemberben, november végén, karácsony előtti időszakban volt, amikor az első hízót levágták, aztán még ott február környékén általában egy másikra is sor került, vagy amikor éppen elfogyott a zsíros bödömből, vagy a kamrából, a szalonna, vagy a kolbász, akkor régi szokás szerint szüleink, nagyszüleink generációja azonnal kitűzte a következő disznóvágás időpontját. És én örülök annak, hogy a pálinkáról is szó esik, hiszen disznótor pálinka nélkül elképzelhetetlen. Ez a nemzeti italunk, itt van a rangos alkalom, a disznótor, illetve az ünnepek, ilyenkor mindig előveszünk egy kis kupicával. Mértékkel természetesen kocintunk, áldomást iszunk, névnapon köszöntünk és ünnepelünk. Hát én kívánom azt, hogy ez a mostani alkalom is legyen egy szolid, de mégis igazi karcagi ünnep, teljen kellemesen, és legyen finom ízek, amelyekről a Konok-Kunok fognak majd gondoskodni. Kellemes időtöltés és jó munkát kívánok, biztos, hogy mindegyikben lesz része a tisztelt jelenlévőknek. Egészségünkre! Szép jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt miniszter úr, vezérigazgatóasszony, tanár úr, igazgató úr. Ha karácsony hava, akkor valóban, ahogy miniszter úr mondta, Karcagon a disznótor és az ország más részén is nagyon-nagyon jellemző volt, és ha karácsony hava, akkor Karcagon bőlérfesztivál vagy látványdisznótor, de mindenképpen kijár az itteni lakosoknak, hogy egy picikét ebben a nagy karácsonyi, illetve karácsony előtti rohanásban meg tudjunk állni, egy kicsit ki tudjunk kapcsolódni. Tisztelt hölgyeim és uraim, nekem a legkellemesebb feladat jutott a pohár köszöntő elmondása, és hogy nehogy életre elpárologjon ez a kiváló illatú pálinka, rövidre fogom a szót. Látom, hogy a hízót már sikerült megszelídíteni olyannyira, hogy a szúró mester szerintem felfestett egy jelzést oda alá, ő már valóban mozgásképtelenné vált. Stílszerű mindenképpen ez a jel számára, és úgy gondolom, hogy innentől kezdődően
megcsodálhatjuk a mestereknek a szakszerű munkáját, azért is találta ki igazgató úr nagyon bölcsen, hogy itt legyen egy színpad, ahol az esetleg még járatlanok a mesterfogásokat megtekinthetik, elleshetik, vagy miután azt látom, hogy itt nagyon-nagyon sok hozzáértő és szakértő van, akik már jó néhány hízóvágáson vannak túl, esetleg a kritikákat is elmondhatják. Nyilvánvalóan ez már Karcagon csak így szokás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy egy nagyon kellemes napot töltsünk együtt. Nézzük meg ezt a disznótort, nézzük meg együtt a kirakodóvását, kóstolgassuk meg a finomnál finomabb pálinkákat, és természetesen ott győzön a legjobb. Hölgyeim és Uraim, mindenkinek áldott karácsonyt, boldog új esztendőt kívánva emellem poharam a mai kellemes együtt töltött időkre, kedves egészségükre! Kedves vendégeink, akkor kezdődjön, illetve ne is kezdődjön, folytatódjon a perzseléssel, utána pedig a szó, illetve a műsor levezetése, Zsolnai Gábor úr feladata lesz majd a mai napon, kérem fogadják majd szeretettel, és akkor hajrá! Fazekas Sándor főnösi miniszter úr nyitotta meg a disznóvágást, és itt elmondta, hogy ez most a tél ennek az időszaka. Gondolom, hogy önöknél is lesz majd. Két ünnep között lesz, ha minden jól megy, és folytatjuk azt a hagyományt, ami Karcagon egy pár évtizeddel ezelőtt még általános volt, hogy ilyenkor szinte minden háznál visított a disznó, pláne karácsony előtt. A második disznótól pedig általában ilyen februárban, márciusban volt, amikor még a légy nem moccant meg. Ahogy mondták, jó a hangulat, jönnek az érdeklődők, és folyik a munka is, mint ahogy a háttérben látható. A kocintás a pálinkával már megvolt. Gondolom, hogy a gyerekek is érdeklődnek, és nem tudom, önöknél mennyire voltak befogva a gyerekek, hiszen itt most azért a konok-kunok csapata csinálja, de azért régebben gyermekfeladatok is voltak itt. Hát mi gyerekként nagyon be voltunk fogva, mostanában azért ritkábbak a disznótorok, de a fiaim nem ijednek meg tőle, meg ha arról van szó, akkor éppen egy birkát is meg tudunk nyúzni. Mi a kedvence mondjuk egy disznótoros ételek közül? Hát reggel a hagymásvér, mert az csak ilyenkor van, meg nagyon szeretem ezt a jó kerekmájast, ami csak Karcagon található, és hát arra kérek mindenkit, aki készíts, hogy a régi hagyományokhoz ragaszkodjon. Majoránát nem tettek bele a karcagiak, ezt meg kéne hagyni, mert máshol pedig igencsak bőségesen rakják bele. Az is finom, biztos finom, de azért a igazi karcagi hurkában nincsen majoranna. Bors, só, van amiben paprika kell, például a disznósajtba vagy a kolbászba, a hagyományos fűszerekhez ragaszkodjunk. Egy családi disznótor azért jó alkalom volt a család összejövetelére is. Nagy beszélgetések, éneklések is voltak régebben. Nem tudom, önöknél ez még van-e ma is? A családi összejövetel az megvan, az éneklés kevésbé, hát olyankor összegyűlik mindenki. Nem tudom, hogy mit kívánna itt azoknak, akik most kedvet kapnak, hogy tanulják meg, kitől tanulják meg, hiszen lassan elfogynak azok az igazi böllélek, akik évtizedekig csinálták ezt, és több száz hízót vágtak le. Én úgy látom, azért van utánpótlás, vannak mindig fiatalok, akik viszik ezt a hagyományt, és én azt javaslom, hogy egyik, hogy ilyenkor karácsony környékén mindig legyen egy kis hurka vagy kolbász a vacsora választékában, különösen szenteste,
hiszen a kacsa mellett ez volt a elfogadott a kunságban, itt kevesebb halat ettek. A másik, hogy ezeknek a disznótoros ételeknek egy részét otthon el lehet készíteni, úgyis, hogy nem kell egy egész disznó. Tehát akár egy kis kolbászt, vagy egy disznósajtot, csak néhány alkatrésznek a megvásárlásával is el lehet készíteni, és finom ízeket kaphatunk. A sertés ára lent van, érdemes most vásárolni, és minél többet feldolgozni, ezért is van egy sertés kampánya a Fölnősügyi Minisztériumnak. Hát ne hagyjuk ki a lehetőséget, most van a szezon, ilyenkor kell disznótorosokat készíteni, illetve fogyasztani. Itt mögöttünk a hangulat azért már fokozódik, hiszen egyre többen kapcsolódnak be a munkákba. Én azt kívánom, hogy sok hasonló legyen még, hiszen ezt a hagyományt tovább kell vinni. Igen, hát én bízom benne, sokan eljönnek a mai napon, meglátogatják a népművészeti vását is, a disznótort is, és kellemes élményekkel gazdagodnak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úrral beszélgettünk, nem tudom, hogy önöknél gyermekkorában voltak-e ilyen hagyományos disznótorok? Természetesen igen, hiszen úgy gondolom, hogy a régi időkben majdnem minden háznál volt lehetőség, éltek ezzel. Névnapokhoz kötődően egyáltalán a télbeáltával, vagy kezdetével gyakoriak voltak a disznótorok, így nálunk is. Nagyszüleimnél is, de mi is emlékszem, hogy jó néhányszor vágtunk disznót. Gondolom, hogy ahogy öregedett, mindig más volt a feladata, a gyermekként biztos, hogy kisebb feladatot kapott, de aztán biztos bevonták utána a nagyobb feladatokba is. Hát ez is természetesen így van. A kezdetén vízhordó az ember, utána már egyre komolyabb feladatokat is rá mernek bízni. Az évek folyamán, az évek során a fiatalok általában így én is ellestem azokat a mesterfogásokat, amivel le lehetett bonyolítani szakszerűen egy ilyen vízóvágást, és folyamatosan jutottam el én is egy bizonyos szintre. Hát nyilván nem olyan szinten, mint ott a mögöttem állunk, de egy amatőr szinten elboldogulok vele. De pontosan azért is fontos, hogy mások is elboldoguljanak az ön szavait átvéve ezzel, akik még nem voltak disznótoron, és voltak itt fiatalok is, akik gondolom, hogy most itt el tudják lesni az alapokat, és esetleg jövőre már saját maguk is tudnak disznót vágni otthon. Hát ezért is gondoltuk azt, hogy egy ilyen látvány disznóvágást hozunk össze az idén. Itt egy olyan területen vagyunk, ahol körbe lehet állni, meg lehet nézni, nagyon szakszerű instrukciókat kaphat, aki ide látogat egy mesterszakástól, egy főiskolai tanártól, aki szintén érti a csinyát, bínyát a hízóvágásnak, aki akar, itt megismerkedhet ezzel. Reméljük, sokan fognak élni. A másik versenyszám, az versenyre megy, a pálinka verseny, az minden évben nagyon népszerű, biztos most is nagyon finom pálinkákat hoztak a versenyzők. Hát ezt én nem tudom, mert egyetlen egyet sem kóstoltam meg, de ez nem is az én feladatom, hanem a zsűrinek a feladata. Én úgy hallottam, hogy nagy számú nevezés érkezett, és hát remélem, hogy a karszagi pálinka az megállja a helyét, és egyik jobb, mint a másik, a zsűri ezt el fogja dönteni. És hát nagyon szakszerű lesz a zsűri, hiszen a pálinka nagykövete fogja értékelni, ő a zsűri elnöke. Én azt gondolom, hogy az időjárás is most már kegyes hozzánk, elállt az eső, tehát minden adott ahhoz, hogy ma egy jó hangulatú látványdisznótor és egy pálinka verseny legyen. A zsűri elnöke, dr. Oroszné, dr. Prokop Erzsébet, valóban a pálinka nagykövete és vezérigazgatója egy likörgyárnak, tehát ha autentikus személy van, akkor ő az, szerintem Magyarországon talán ő az, aki a legjobban ért ehhez a szakmához. Így se lesz könnyű dolga, remélhetőleg. Ami a másik kérdést illeti, valóban nem csak pálinka verseny, látvány disznótor, hanem egy nagyon jó színvonalú kirakodó vásár is várja az ide látogatókat, ahol mindenféle finomságokat, kézműves termékeket tudnak vásárolni. Az időjárásról annyit, hogy éppen az imént beszélgettem az egyik barátommal, és emlegettük azokat az időket, amikor ilyenkor már térdig érő hóban bonyolódtak ezek a hízóvágások, a disznótorok. Hát úgy tűnik, hogy eznek már vége.
ehhez az időjáráshoz kell alkalmazkodnunk, de ettől függetlenül a pálinkák is finomak lesznek, és a disznótorban elkészült ételek úgy szintén. Én azt kívánom, hogy sok hasonló rendezvény legyen még a városban. Én úgy gondolom, hogy igény megvan erre, és mi állunk rendelkezésre mindenkor. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Szepesi Tiborral, a Déli Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk. Egy picikét most másképp szervezték, mint korábban, egy látványdisznóvágás van. Miért tartották ezt fontosnak, hogy egy színpadon meg lehessen nézni a disznóvágást? Folyamatosan kerestük az elmúlt években a rendezvény helyszínét. Hogyha nagy rendezvényben gondolkozunk, akkor nagyon nehéz már ebben az időszakban egy olyan helyszínt találni, ahol több csapat részvételével lehet böllérversenyt lebonyolítani. Ugye a város különböző pontjain már voltak rá próbálkozások, és igazából azt gondolom, hogy egyik helyszín sem volt tökéletesen megfelelő. Nyilván a hagyományt, a tradíciók tiszteletét én azt gondolom, hogy mindenképpen át kell adni. Tehát abban gondolkodtunk, hogy egy olyan helyszínt keressünk, ahol le tudunk vágni egy disznót, és ezt be tudjuk mutatni, ezt a hagyományt. Én azt gondolom, hogy erre a legalkalmasabb helyszínt sikerült azzal megtalálni, hogy az egyébként évközben termelői piacként használt és ugye mindenféle engedéllyel rendelkező helyszín, a látogató központ udvaránt vontuk be erre a rendezvényre. Nyilván azok a jogszabályok, amelyek előírják azt, hogy a nyers húst, az itt feldolgozott termékeket nem tudjuk árusítani. Ez aztán azt jelentette, hogy be kellett vonnunk olyan árusokat, árusítókat, akik a feldolgozott sertés termékeket, tehát a hurkát, kolbászt, a májas hurkát, ugye, ami tradíció Karcagon, hogyha disznóvágásról beszélünk, illetve az ehhez kapcsolódó különböző hús, kész hús termékeket, tehát a sült tarját, a sült húsokat, a toroskáposztát, ezt meg lehet vásárolni természetesen tőlük, tehát az, amit itt látnak feldolgozásra, az gyakorlatilag már készen, szinte abban a pillanatban megvásárolható, megkóstolható. Aztán tovább gondoltuk, ugye, hogy ha már van egy ilyen árusítás, akkor bővítsük ki, hiszen mégiscsak karácsonyhoz közeledünk, az utolsó hétvége karácsony előtt, tehát próbáljunk egy olyan vásárlási lehetőséget a kézművesek árusok bevonásával, ahol akár a karácsonyi ajándék is beszerezhető, még az utolsó pillanatban is gyakorlatilag. Természetesen gondoltunk a gyerekekre is, hogy a kézműves foglalkozásokkal olyan ajándékokat, kis kézműves műtyűröket lehet elkészíteni, amit szintén oda lehet tenni a karácsonyfa alá, vagy magára a karácsonyfára. És azt gondolom, hogy a napnak a legfontosabb része majd a zárás, amikor a közben lezsűrizett 5. házi pálinka verseny eredményére is sor kerül majd, és ennek a zárásaként aztán egy igazi disznótoros hangulathoz kapcsolódó zenekar, ugye a 3+2, amely itt a háttérben is hallatszik éppen, koncertjére kerül majd sor a Dérinő Kulturális Központban. Az időjárás is megkegyelmezett, hiszen elállt az eső, azt gondolom minden adott ahhoz, hogy a mai nap sikeres legyen. Igen, fohászkodtunk amiatt, hogy disznótorról és karácsonyhoz közeledve beszélünk, hogy valami szilárdabb halmazállapotú csapadék legyen. A csapadék megjött, a hideg nincs meg hozzá, hogy ebből hó legyen, de így az eső azért szerencsénk van, én azt gondolom, hiszen egész éjszaka esett reggelre, mire felállítottuk a sátrat, hogy ne házzon meg nagyon a darált hús, addigra elállt az eső. A hideg az én azt gondolom, hogy marad, de hát egy disznótort nem lehet 40 fokos melegben tartani. Én azt kívánom, hogy legyen ez a mai nap sikeres, és még sok hasonlóan vehessünk részt. Köszönöm szépen! Most már igazán, mert a boiler finom. Gyere, le, kis játékhoz. Ott lesz a láda mögött. Kaphat belőle, és lehet kitölteni. Ezt kap, hogy mosolyog, miért lesz egy gyorsan 10 másodperc, 22. Üres kéne jöttem? Olyan ígért. A jó kis abátjuk a szalonnal. Áginak vagy Katinak. Ez most úgy rendben mindenki erinnen, aki még esetleg nem jártas ezekben a tudomát is jönni, egy gyönyörű pofahús lehet ott látni. Mit a bálóban? Mehet bele? Ahogy a mester. Amik mennek átfelé a tápcsatornára. Hát jön még itt.
Igen, ő többet nem fog nyelvet nyújtani, mert bizony innentől kezdve egy igazi nyelvet lehet látni, kérem szépen. És elhagyja a feje a... Most már csak egy kis zsír, meg egy kis bőröcske fogja meg a gerincoszat már. Így csinálta, hogy most is. De csúnyában. Valahasó hatos. És amikor hosszába elhasítjuk a fejecskét, pályát, el kell jutni a platicsot. Ugye a szalonnát szépen lekanyarítjuk ilyenkor, hogy egy hosszú húzással. Már hallom is, hogy meg az abálom, egész jól eltalálta véletlenül. Ami tulajdonképpen a oldalas felső vége, a nagy hónajpecsenye, az készült el. Ez pecsenyének illik megsütni, frissen lehetőleg, és isteni finom, jó kis szaftos hús. A másik lapocka hegyje el magát, ugye egy körvágás, vagy pedig a bőr vagy az abáról, erre is arra is lehet használni. Hiszen az oldalas felső. A köröm annak öröm, aki ezt alaposan megsikálva, alaposan meg van egy hagyománya, hogy a körömből isszuk a pálinkát. Hát itt van egy ilyen köröm. Hasfelmetsző Jack emlékét felidéző történet zajlik. Be fogja vágni azt a részt, ahol a kaki szokott kijönni. Mert ugye azt a részét azt ugye kicsit körül kell vágni, aztán majd vagy elkötni. Most ugye az történik, hogy ahogy megnyílt a dagadó résznél, már lehet látni, micsoda gyönyörű vastag bele van ennek a jószágnak. Jó sok finom kaki benne, ugye? Mert hát ugye annak is van helye, tehát ez nem... És hát jön egy nagyon nehéz feladat, még ahhoz, hogy ki tudja venni, majd a szegcsontot valahogy el kell metélni. Tehát ugye a keresztcsontot azért kell átvágni, hogy ki lehessen buktatni a belet. Ez egy nagyon komoly szakmai feladat. És akkor a kedves jelenlevőknek mutatok egy ilyen papírt. Kvíz kérdések, vagy ilyen játékos kérdések, 11 darab kérdés van. Aki ügye az eredmény hirdet is, az egy kis ajándéknak nézhet elejbe majd, kisorsolunk közülük ajándékokat. Végén van, pedig aki a 11 kérdésre válaszol, azok közül az lesz a biztos nyerő, aki az utolsó kérdalokat, az úgy szól fejbe, hogy már ezután Szent Mihály nap közeledik. A juhászok. Már ezután Szent Mihály nap közeledik, utána a következő sort kell oda. És aki ezt el tudja, meg tudja válaszolni, az állattartási dolgát, ugye juhászatot ismeri egy picit, és ezt a csodálatos népdalt. Aztán ilyen nehéz kérdések vannak benne. Legalább háromszor minden kérdésre elmondom majd a választ. Csak nem úgy, hogy figyelj, értsd, hogy most van a kérdés, vagy bátyám, hanem csak úgy mesélek. Minden el fog hangzani, csak nyilvánvaló nem pont kérdéshez kötve, úgyhogy egy óráig, jó? És akkor tűnjünk ott a portát, jó? De az ő négy családtagjai, nem lesz? Kilométerre vannak ide, és az unokáim közül még egyet sem tud írni, mert még első osztályosok most lett a legnagyobb unokám. Mondjam, ha jól látom, jött, hogy nehogy csúszkáljunk, mert az érdekes lenne. Na hát akkor ott tartunk, hogy megvan. A szűztörzse, erről amikor egy szakács ember szépen akar dolgozni, ezeket a zsíros használjuk föl, például a csuka pecsenye készítéséhez. Na, te hány éves vagy? Akkor te meg tudod mondani, hogy a disznónak össze hány körbe van. Ugye van neki ilyen négy lába. Mind a négy lábán van egy-egy kör, hány köröm van egy lábon. És mikor lett levéve ez a köröm, tudod-e? Perzselés. Ez úgy van, hogy amikor perzselik a bácsik, akkor a perzselés végén oda nyúl a kezével, és a jó forró körömet megcsavarintja, és már... Le is dobja. Hányadik? Harmadik. Harmadik, hát ahhoz képest ezt már a gerincoszlopot vágja ketté, hanem a gerincoszlop tövébe
és akkor szépen most elvágja, így gyönyörű szépen ketté fogja hasítani, ketté fogja vágni a focuskát, ott marad középen valami hosszában, tehát megmarad a gerincoszlop, és tudod, mi lesz abból a gerincoszlopból, mit lehet készíteni, nem tudod? Na, ti tudjátok-e, mit lehet abból a gerinc csontból készíteni? Mama tudja? Hát az orjából az orjaleves készül, tudod? És orjaleves készül az orjából. És amikor ott maradt a csont a hússal, akkor kapott egy kis ecetes tormát, és kenyérrel, ecetes tormával megette az orján levő főtt húst. Ez a szokás. Na hát a bácsi, amit most leszed, ott most éppen a fönt a nyaki résznél tart, ugye most a háti résznél tart, és szépen vágja ki azt a gyönyörű orját. Ott vannak a borda tövei, így van pontosan. Így van, és hogyha az ember ezt alaposan megtanulmányozza, akkor most egy font rámutat a repülőbordára az ujjával, ott a késsel, ott a repülőborda, kettő darab repülőborda van, és a második repülőborda tövénél, amikor elvágjuk a két karajt részt, hogyha a karajt ketté felé, akkor a hátra eső része, ő lesz a rövid karaj, és az első része, a nyak fő része hosszú karaj. A rövid karajnak a vége ott van, ahol amúgy a vese volt benne, illetve ameddig a szűz pecsenye tart. Egészségedre! Iszol helyett, nem is légy szíves! Én nem iszok, bocsánat! Iszol! Eltekered, nyugodt! Nem estelek, de át kell! De szeti pálinkáját fixáltuk, remélem az... Tökéletes! Ez jó, ez kell még pálinka! De jó csinálok! Mint a varrógi! Hát csak így tudom, madaras ilyesmi! Túl jó. Köszi, túl jó. Ja, még most ne, ne enged keményre. Nem, meg enged keményre. Sok kell, sok kolbász kell. Nem vett el a jóval irányát. Még lehet, hogy vékony lesz. Még nem csúszik annyira, de jó. Aha. Csendesítettek. Szólják. Ez eddig még jó. Ja, ennyi volt. Ennyi volt. Jó napot kívánok, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az 5. karcagi házi pálinka verseny eredményhirdetésén.
A meghívóban már olvashatták, hogy a délelőtt zajlott a beérkezett pálinkák zsűrizése. Felkérem dr. Oroszné, dr. Prekop Erzsébet asszonyt, a pálinka nagykövetét, a zsűri elnökét, értékelje a versenyt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát nagy örömmel jöttem most ötödször a karcagi pálinka verseny bírálatára, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm minden zsűri tagot, aki ismételten részt vett a pálinka bírálatában, mert már komoly szaktudással rendelkező kollégákkal kell együtt dolgoznom, és tényleg minden tiszteletet megérdemel az ő tudásuk és szakmai tapasztalatuk, amit az elmúlt években fejlődtek és tudásra szertettek. Szeretném elmondani, hogy 31 pálinka érkezett a mostani versenyre. A pálinkák többsége, körülbelül egyharmada szilvapálinka volt, egyharmada birsalmapálinka, és egyharmad pedig egyéb gyümölcsökből készült pálinka, barackpálinka, megypálinka, szőlőpálinka, kökénypálinka. Tehát azt tapasztaltuk most, hogy leginkább a birsalma és a szilvapálinka volt az, amellyel mertek és bátorkodtak benevezni, holott a többi pálinka is közül is nagyon sok szép pálinkát találtunk, és majd az eredmény hirdetés alkalmával meg is fogják hallani, hogy nem csak a birs és a szilvapálinkák nyertek nagyon szép díjakat és érmeket, hanem más pálinka is. Én ezzel csak szeretném önöket ösztönözni arra, hogy bátran nevezzenek be, mert nagyon jó minőségű, nagyon kellemes, zamatos, illatos és ízletes pálinkákat tudnak készíteni, úgyhogy bátran vállalják el a pálinkájukat, mert nagyon szép eredményeket lehet velük elérni ezeken a versenyeken. A zsűri 6 aranyérmet, 5 ezüstérmet és 8 bronzérmet osztott ki a pálinkáknak. Így azt tudom mondani, hogy a pálinkák közel fele érmes lett, és valamilyen érmet kap. Úgyhogy azt hiszem, hogy a nagy átlaghoz képest nagyon jó ez a teljesítmény, mert általában a pálinka versenyeken az arány ez szokott lenni, hogy a pálinkáknak a fele azért szokott érmet kapni, és ez itt is megtörtént. Tehát ez azért bizonyítja a zsűri nagyon komoly szakszerűségét is, ahogy előbb is említettem, mert tényleg kiválóan bíráltak. A zsűri úgy döntött, hogy voltak kiemelkedő pálinkák az aranyérmesek között, és az a javaslat született, hogy adjunk sampiondíjat is. A sampiondíjat eredetileg nem terveztük, de a zsűri döntése alapján végül is a meglévő 12 tagú zsűri szavazott és döntött egy sampiondíj mellett, amelyet majd most meg fognak hallani, hogy melyik pálinka és kinek a pálinkája kapta. Én gratulálok mindenkinek az eredményhez, gratulálok a nevezésekhez, legyenek továbbra is bátrak, nevezzenek, mert valóban nagyon sok szép pálinkával tudtunk találkozni, és még többről hallottam, hogy milyen jó pálinkák vannak még odahaza, amelyek nem kerültek nevezésre. Úgyhogy én mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon jó pálinkás bírálatokat, kóstolásokat, nem ivásokat, kóstolásokat, és mindenkinek nagyon jó egészséget, és a közelgő ünnepek alkalmából pedig áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket.
Köszönöm szépen az értékelő szavakat. Bejelentem, hogy a díjak átadására kerül sor. Felkérem dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet asszonyt, a zsűri elnökét, hogy adja át majd az érmeket. Felkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét, hogy az oklevelek átadásában legyen segítségemre, és felkérem Szepesi Tibor igazgató urat, a tárgyutalmak kiosztásában segítkezzenek. És kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzása után vegyék át a megérdemelt jutalmat, először a bronz, majd az ezüst, végül az arany minősítésű pálinkák díjkiosztására kerül sor. Bronz minősítést kapott Sinka István ágyas birs pálinkája. Szeretettel gratulálunk! Bronz minősítést kapott Dobrai Ferenc Szilva pálinkája. Szeretettel gratulálunk. Szintén bronz minősítést érdemelt Győri Imre 2013-as birs pálinkája. Bronz minősítést érdemelt Szendrei Kálmán 2013-as Szilva pálinkája. Felmentéssel mezőtúron tartózkodik, de szeretettel gondolunk rá. Bronz minősítést érdemelt Kovács Lajos Szilva pálinkája. Szeretettel gratulálunk. Fiatalabb Kovács Lajos veszi át, de eljutatja édesapjának. Szintén bronzminősítést érdemelt Győri Imre 2015-ös birs pálinkája. Tapsoljuk meg, a tapsot megérdemli, de nincs jelen, úgy az előbb sem volt. Természetesen eljuttatjuk. És szintén bronzminősítést érdemelt Szendrei Kálmán 2015-ös szilva pálinkája. Volt, aki több pálinkával nevezett. Gratulálunk Kálmánnak, eljuttatjuk hozzá majd az értékelést. Szintén bronzminősítést érdemelt Tőkés István szőlős birs pálinkája. Szeretettel gratulálunk. Leánya Judit veszi át. Szeretettel gratulálunk, és ilyen finom pálinkákat máskor is várunk a versenyre. Köszönjük. Átadom édesapámnak az ő érdemet. Nagyon szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Áttérünk az ezüst minősítésű pálinkák értékelésére. Ezüst minősítést kapott Szabó Viktor Megy Cseresznye Málna pálinkája. Gratulálunk! Ezüst minősítést érdemelt Gulyás László füge párlata. Nem pálinka, párlat, hangsúlyozzuk. Szeretettel gratulálunk. Köszönöm szépen. Jaj, jó, nagy, jó, hogy ezüst minősítést érdemelt Oroszi Imre 2015-ös birs pálinkája. Gratulálunk. Szintén ezüst minősítést érdemelt ismét egy birspálinka, akit Székely István nevezett a versenybe, tehát Székely István birspálinkája ezüst minősítést kap. Szeretettel gratulálunk. Ezüst minősítést kap Berci István Megy pálinkája. Berci István Megy pálinkája. Nem jöttek el a díjkiosztóra, pedig nyert. Igen. Arany minősítést érdemel Kovács Lajos kökény pálinkája. A
díjat pedig Kovács Pál ajánlotta föl. Köszönjük a díjat. És még egy arany minősítést érdemel. Gánóczi Ferenc muskotályos szőlő pálinkája. Szeretettel gratulálunk. Arany minősítést kapott Szabó Péter Szilva pálinkája. Szeretettel gratulálunk. Arany minősítést kapott Berci István Birs pálinkája. Ő nem jelent meg, eljuttatjuk majd az ajándékot. Arany minősítést érdemelt Tőkés István aszalványos Szilva pálinkája. Hát nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Hát, figyeljen. Független zsűrűdöztet. Ezt hiszem, hogy nem kóstolom. Gondoskodott róla. Nagyon köszönjük szépen, köszönjük. Kódolva voltak a mintát, senki nem tudta, hogy melyik kód mögött mi van, csak én. Aranyminősítést kapott Posztós István ágyas Birs pálinkája. Szeretettel gratulálunk. Nincs jelen, és a Champion díj átadására kerül sor. Ahogy a zsűri elnöke említette, a 12 tagú zsűri szavazott, és az arany minősítésű pálinkák közül champion díjat nyert a Kovács Lajos 2015-ös kökény pálinkája. Szeretettel gratulálunk! A miniszter úrnak a díjkiosztásban nyújtott segítségét, és egy sorsolás következik. A Totó helyes kitöltői közül választjuk ki azokat, akik finom kóstolót nyernek majd. Három név, és a kóstolót át lehet venni a látogatóközpontban. És aki nyert, Tyukodi Lászlóné, Arany János út 4 szám. Kovács Imre, Kazinczy út 10 per A. Én csak olvasom. És Oszlánczy Veronika, Reggel utca 33. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Tisztelt vendégeink, kérjük önöket, hogy maradjanak velünk még a délután további rendezvényein, és 15 órakor kezdődik a 3+2 együttes koncertje.